Arcturus nagyúr és Kutumi mester 7. dimenziós beavatása. Csatornázta Michel Elop 2005. szeptember 6-án, fordította Hatejer Emese. Kutumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ezen a napon, és hogy elhozzam számotokra a szinkronicitás, a gyógyulás, a tisztaság és az ártatlanság áldását. Üdvözlet, szeretteim! Nagy örömmel és boldogsággal a szívünkbe gyűltünk össze veletek. Miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén. Testvéreim, összegyűltünk veletek cél végrehajtása véget, ami nem más, mint hogy az emberi világ összehangolja a tudatosságát a gyógyulás magasabb vibrációival. A rács, amelyet létrehozunk ma, az egyik olyan, amely egyesül az élet összes királyságával, felhasználva az energia vibrációit, amelyeket ezek a királyságok, birodalmak bocsátottak ki azért, hogy segítség a hang, fény, harmónia és a tudás alakzatait, hogy támogassák egymást kölcsönösen az erő integrálásában, amely minden királyságot, birodalmat képvisel. Ezek a növényi, ásványi, állati királyságok, amikről beszélek, ez szükségszerű a gyógyulás összes dimenziójáért, hogy integrálják a harmonikus szinten az összes birodalom számára. Arcturus nagyúr jelenléte önmagában már egy mély változást fog okozni a testeteken belül. A változás, amit Arcturus nagyúr idéz elő, a mentális testetekből fog kiindulni, majd az érzelmi testetekben át dolgozik, és azután a fizikai testetekkel fog munkálkodni, miután energiának jelenléte belépett a fizikai testetekbe, integrálni fogjátok a jelenlétét a spirituális testbe. Az ok, amiért Arcturus nagyúr kifejezetten a mentális testen lép be először, azért történik, hogy harmonizálja az Anya-Atya Isten és az univerzális bölcsesség felsőbb elméjének magasabb frekvenciáit, hogy fölülírja az alacsonyabb kondicionáltságot, hitrendszereket, amiket a korlátozott hiedelmek manifestáltak, tekintettek a testetek képességére, hogy meggyógyuljon, és hogy válaszoljon a gyógyulás magasabb vibrációira. Engedjétek meg számunkra, hogy előkészítsük az energiátokat. Arcturus nagyúr fogadására. Ő egy nagyon magas, erőteljes vibrációs energiát hoz magával. Ez az energia olyan finom, hogy időnként nehéz lehet számotokra megérezni a saját energiátok vibrációit keresztül haladni a saját testeteken. Ez alatt azt értjük, hogy néha úgy érezhetitek, hogy a fizikai testetek nem a Földön van. Ezért néha képtelenek lehettek érezni a saját fizikai testetek vibrációit. Néhányan a jelenlétében légszomjat tapasztalhatnak, ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalnátok a jelenlétében. Egyszerűen húzzátok le a lélegzetet egészen a gyökér csakráig, hívjátok a gyógyító angyalotok jelenlétét, hogy igazítsa és hangolja össze az energiátokat egyidejűleg Arcturuséval. Újra fogjuk kalibrálni az energiátokat a beavatás folyamata alatt. Fontos, hogy lehetőleg ne próbáld meg bármilyen negatív félelemmel teli
stresszes, szorongó vagy korlátozó gondolatokba és érzésekbe kapaszkodva végigcsinálni. Most megkérünk rá, hogy hunyd le a szemedet, kezdjük a folyamatot mély belégzéssel és kilégzéssel, és ezután harmonizálva a tested. Kérd fel Arcturus nagyurat, legyen a jelenlétedben. Hívd meg a fényét, hogy egyesüljön a tiéddel. Hívd meg az összes személyes vezetődet. Kérd a kapuőrződet, szólítsd a mennyei égi mestered, és a fény bármelyik más lényét, akihez vonzódást érzel. Mi most előhívjuk Szananda nagyúr jelenlétét, hívjuk Mária úrnőt, és hívjuk meg a naprendszeretek gyógyító nagyurait és úrnőit. Szükséges, hogy mélyen belélegezzetek, és ki teljesen, miközben mi ezt a folyamatot végezzük. Most távozom, utat engedek Arcturus nagyúrnak. Arcturus vagyok, üdvözletem. Eljöttünk, hogy elősegítsük és megkönnyítsük a tudatosság birodalmainak mély belső aktiválását, amely a csakrikus rendszereteken belül tárolódik a tudatosság szintjei elrejtve a DNS-etekben, amelyeknek ezen a ponton még nem értitek a működését. A válaszotok az volt, hogy ez a beavatás támogassa majd sok ciklus rejtett kulcsainak és emlékeinek a feltárásában a személyes aktiválásotok révén. A felébredés céljáért. Ezek az emlékek segíteni fognak a földön élő összes királyság ásványi, növényi, állati, kollektív tudatosságának, hogy válaszoljanak az energiára, amit mi, Arcturusiak hozunk a földbolygóra. Eljöttem, hogy felébresztem a fényhírnökeimet, megbízottjaimat, és akik hallgatják ezt ti, mind ezen hírnökök vagytok. Sokan vannak, akik válaszolnak az Arcturus fényére, és annak érdekében, hogy az energiátok integrálja ezt, amit megteremtettünk, fel kell ismernetek a kulcsaitokat. A belső megvalósítás és ezen kulcsok feltárása, amelyek meg fogják nyitni az univerzális energia mechanizmusainak a belső tudásában, megértésben lévő dimenzióit, és ami a legfontosabb az, hogy hogyan használják fel a kvantum energiát a létezés minden pillanatában, még azok is, akik nem tudatosak ennek mechanizmusaira. Most elkezdjük ennek az integrációnak a folyamatát, a nagyobb kollektív tudatosságért. Az egyensúlyt manifesztálni kell a mentális, érzelmi és fizikai testetek között. Ez tükröződik az élet összes aspektusában. Minden emberi lény megtapasztalja és keresztül megy az elengedés és a gyógyulás formájában ezen, és meg lesz teremtve egy hatás és átalakulás a fizikai világotokban. Az ok, amiért az emberi testeknek nehéz válaszolni a vibrációs gyógyításokra az, hogy nem képesek még tisztán megbízni
az energetikai gyógyításban, annak gyógyulásban, és ez az asztrálisi kollektív energiája véget van. Ez mindegy mérgező felhő nehezedik az emberiségre, és a méreganyagok ezen zuhanya beszivárog a finom testeitekbe is. Ez az oka annak, amiért a gyermekek nem képesek megtisztítani a testüket a kóroktól és a betegségektől. A hagyományos orvoslás beavatkozásának segítsége nélkül. Ez a felelősségetek a fény nem csak Siriusi nagyköveteiként, megbízottaként, de a fény nagyköveteiként is, az összes szinten véget vetve a mérgező dimenzióknak, vagyis az alacsonyabb asztrális síknak, az alacsonyabb sík a negyedik dimenzióban van. A negyedik dimenzió két szintből áll, alsó és felső szintből. Mindnyájan a személyes fejlődéseteken és a tudat manifestációján keresztül, amelyek előjönnek, megtapasztaljátok ezeket, és ahogyan ezt véghez viszitek, a beavatás kihívásain és akadályain keresztül meghatározza azt, ahogy az energia átalakul a testetekben és a jelenlétetekben. A kulcsok felkavarodnak bennetek, miközben átadjuk az információt. A gyökércsakrátokban és a szexcsakrátokban, a korona és a harmadik szemcsakrátokban 7 napba fog telni számotokra, hogy az asztrális sík alacsonyabb aspektusait teljesítsétek, túllépve ennek a határain, és belépve a negyedik dimenzió magasabb dimenzionális szintjére. Az a kifejezés, hogy alacsonyabb sík, egyszerűen a szociáció, az asszociáció, képzett társítás megértése, hogy egy emberi lény lecsökkenti a vibrációkat a személyes kondicionálásának és hitrendszereinek eredményeképpen. Be fogtok lépni a genetikai lenyomataitok sűrű vibrációjába, felemelitek ennek vibrációját, a felszabadult gondolkodás, érzés és isteni kifejezés magasabb oktávjába. Átmentetek sok sötét éjszakán, elhozta lelketeket az új hajnal üdvözlésére, ahol az új fény elnyelődött a tudat minden szintjébe, tudatosan és tudattalan. Ez az, amely most a tudattalamból a felsőbb bölcsesség birodalmának tudatosságába lép be, kapcsolódtatok az elmúlt 8 hónap során, a korábbi 7. dimenziós anyagokkal. Az eljövetelem, hogy kapcsolódjak mindnyájatokhoz ezen a módon, lezárja az elmúlt 8 hónapos ciklust, és megemeli a fizikai testetek teljes vibrációját egy magasabb oktávra. A 8-as nagyon fontos információ mindannyiótok számára. Ezért a 8. napon, miután teljesítettétek a 7 napos ciklust, keresztül fogtok menni az energia egy még újabb szintű integrációján, amely felemeli a teljesen uralt és fény krisztusi éneteket a 12. dimenzióba. Át fognak szállítani benneteket a 12. dimenzió szintjére, 12 szintjére, ahol én, Arcturus nagyúr, személyesen fogok eljönni és találkozni veletek, és elkísérlek titeket
a 22. szintjére, a 12. dimenziónak, ahol tanácskozni fogtok a Fény Galaktikus Föderációjával. Kapni fogtok egy lenyomatot, amely fel fogja szabadítani a kulcsokat a napvonat csakrátokban és a torok csakrátokban. Ez körülbelül 7 napot fog igénybe venni, és ez a 7 napos ciklus a 9. napon fog elkezdődni, más szóval az első napon, a 8. nap után, amiről beszéltem. Egy újabb 7 napos ciklus végeztével, ahogy elérkeztek a 8. napra, megint találkozok veletek, és elkísérlek benneteket a 12. dimenzió 13. szintjére, ahol találkoztok Shambhala hierarchiájával és a galaktikus tanáccsal. És még magasabb szintre kerül a tudatosságotok. A 12. dimenzió 44. aspektusában, ahol a fény összes hierarchiája összegyűlik. Ez az energia kollektív összejövetele otthont ad a hang vibrációinak. Előidézik az energetikai gyógyulást az összes bolygó számára, amelyek a fény egy adott frekvenciáján keresztül rezonálnak, amelyet csak a 6. dimenzión keresztül tudtok összhangba hozni. Mint már említettük, a 6. dimenzió a folyékony szeretet energiája, amelyen mindnyájatoknak harmonizálnia kell, hogy a feltétel nélküli és isteni szeretet tökéletes egyensúlyának manifestációját előidézze, azért, hogy hasznosítsa a szín, hang és a fény vibrációit. Az energia ezen kombinációja szétszedi az alacsonyabb vibrációs tudatosság 4. dimenziós mérgező felhőjét. Ez felszabadítja a korlátozottság tudatosságot, amely megakadályozta a fizikai testet, hogy az energetikai gyógyulás, gyógyítás magasabb vibrációit befogadhassa. A gyorsaság, amellyel ezt az energiát integrálni fogjátok, fel fog fokozódni. Személyesen tartom meg az energiátokat a 12. napon, és ezen a 12 napon keresztül a szívcsakrátok átmegy majd a 44. szint és a 6. dimenzió integrációján, előtérbe helyezve a folyékony szeretet eszenciájának egy mélyebb megértését a tudatos tudatosságotokban. És ezért annyira fontos a földi birodalom számára, hogy integrálja ennek a vibrációját. Felemelkedett mesterek vagytok. Egy fizikai formában. Nagy részét elfelejtettétek ugyan, hogy kik is vagytok. Azonban már nagy mértékben emlékeztettek rá benneteket. Én, Arturus itt, a szeretet jelenlétében mindnyájatokkal hozzájárulok az újrafelébresztésetekhez. Hiszen mindannyian lényeges alkotó elemei vagytok a planetáris rácsok újrarendezésének, amely le fogja rögzíteni a színek, hangok és a fény vibrációit, és ez támogatni fogja a tudatosság összes birodalmát, akik a Földön élnek, és így át tudják adni magukat a vibrációknak, amit a Fény Galaktikus Föderációja és Shambhala hierarchiája hoz el. Az energia ezen különleges rácsa, amelyet a mentális testeteken belül hoznak létre, az érzelmi testeteken fogtok keresztül hozni, utána a fizikai testetekbe, és ez létre fog hozni és kiépít egy kommunikációs hálózatot velünk az Arcturusiakkal, és a személyes Arcturusi tanácsadóddal. A lényeg ezen különleges csoportja egy telepatikus és mentális jellegű kommunikáció további sablonjait fogja megalkotni,
Plejádiakkal, Sziriusziakkal, a Vénusziakkal és a Neptunusziakkal. Minden kapcsolatot hozzákötnek egy kulcshoz a csakrikus rendszereteken belül. Minden csoport megtart egy oktávot, amely felkavarja a mélyebb felébredést. Felszínre hozzák a mesterek memóriájában azt, aminek teljes mértékében tudatában voltatok Atlantisban és Egyiptomban is. A jelenlétetek a földbolygón már önmagában egy kulcs. További kommunikációs hálózatokat fogunk létrehozni Dél-Afrikában, Egyesült Királyságban, Egyiptomban, Amerikában, Oroszországban, Ausztráliában. Az összes ezen helyen adó állomás a kommunikáció számára és a kapcsolattartásért, amit létrehozunk. Le fogunk rögzíteni állomásokat. Alaszkában, Genfben, Svájcban, Olaszországban, északi és a déli sarkon. Emellett az egyenlítő mentén felállítunk három nagyon fontos kapcsolati helyet és adóállomást. Irakban, Törökországban, Marokkóban. És annak ellenére, hogy óriási fizikai diszharmónia van ezen területek közül néhánynál, meg kell értenetek, ez nem akadályozza meg a Föld magasabb tervét a kibontakozásában. Mindnyájatokat bekódolták az isteni tervvel. Az energia egyéni csatornái vagytok, az információ egyéni közvetítői és lehorgonyzói is. Ez az információ a vibrációk formájában sugárzódik ki, a hangon keresztül, és az érintésen át. A jelenlétetek már önmagában is egy aláírást tartalmaz. Ez az, amely harmóniában rezonál, amire a kód válaszol és aktiválódik általa. Ti vagytok az Arcturusi tudatosság nagyköveteinek, megbízottjainak negyedik hulláma, amit életre keltettetek. Ez alatt azt értem, hogy felébredtetek általa, a fény Arcturusi csoportjainak egy nagyköveteként jelenleg megkapjátok most a színeiteket. Én Arcturus nagy úr üdvözöllek most az Arcturusiak hajóján. A hajónk az összes galaxison átutazik. Az univerzumotokon belül, összegyűjtve a hangot, a fényt és vibrációit, hogy támogassa a további vibrációk kollektív integrációját. Ez teszi lehetővé a tudatosságotok megemelését a földetek számára, az összes birodalom számára, akik a földetek lakosai. Emberiség tudatosságának óriási ereje van. Tudatában vagytok ennek az erőnek. Láttátok ennek az erőnek a pusztító képességét. Most megfordítjátok ennek az erőnek a hatását. Az idő lényege ez, mivel egy lineáris létezést tapasztaltok meg. Mi, az Arcturusiak, a Plejádok és a Sziriusiak segítségével újra tanítunk benneteket, újra harmonizálunk mindannyiótokat az egyéni befogadó képességeteknek megfelelő szinten a teljesítményetekben, csoportlélekként, a fény közösségeiként. Újra illesztjük az energia sablonjait, újra kalibráljuk a személyes energiátokat. Hogy elmozdítsuk és megszüntessük az idő fizikai kényszereit, korlátait, hogy átadjátok az energiát és bölcsességet, amit megtestesítetek.
Ez kihatással van a kollektív tudatosságra, oly módon, hogy mintha az idő felgyorsulna, úgy tűnik. Az emberek az idő elfogyásának az érzését tapasztalhatják meg azért, mert ez szükségszerű létrejöjjön ennek az illúziónak. Létre kell jönni annak érdekében, hogy biztosítsák, mindent Gaia isteni tervével összhangba hozhassanak. Az idő illúzióját az emberiség kollektíven teremtette meg. Felhasználjuk ezt a teremtést, hogy a tervezetet az isteniejére illesszük. Mindannyian tudatában vagytok a felgyorsított mértéknek, amelyel energia keresztül halad az időn és a téren át. A legnagyobb oka, amiért nehezetekre esik emlékezni egyik pillanatról a másikra, az azért van, mert az időtlenségben, az idő nélküliségben vagytok. Beléptetek az itt és mostba. És most teljesen a pillanatban vagytok. De ha azon jár az agyatok, mi történt egy órával ezelőtt, vagy mi fog történni egy óra múlva, akkor ez a most pillanat egérutat nyer előletek. Ne arra koncentráljatok, hogy miből maradhattok ki, vagy arra, hogy mit felejtetek el az elmétekből. Ünnepeljétek azt inkább, hogy manifestáltátok ezt a képességeteket, hogy a jelenben legyetek. Miközben beléptek a jelenlét következő pillanatába. Vissza fogtok emlékezni, amit abban a pillanatban kell tapasztalnatok. Minél jobban próbálkoztok és erőltetitek az emlékezést magatokban, annál inkább kivonjátok magatokat a kvantum cselekvésekből. Tartsd nyilván, amire szükséged van, ha szükséges, de ne veszítsd el önmagadat az időben. Mi, Arturusziak, mindnyájatokkal létrehoztuk a kommunikáció rácsait az elmúlt 8 hónap során. Mi a kvantum energia mesterei vagyunk. Összejöttünk veletek, hogy megmutassuk nektek, vezessünk titeket, és tanácsot adjunk mindenben a kvantum világának uralásához. Én, Arturus, személyesen segítem elő a mentális, érzelmi és fizikai testeitek vibrációs frekvenciájának megemelését a kvantum energia 8. szintjére. Már elkezdtétek a felemelkedéseteket a 7. dimenzióból a 8. dimenzióba. Azonban nem kaptok teljes hozzáférést addig a kvantum természet 8. dimenziós energiájához, amíg sikeresen nem teljesítettétek a 6. dimenzió integrálását és a folyékony szeretetét. Ezt nem engedi meg a Fény Galaktikus Föderációja, bármilyen fénymunkásról legyen is szó, nem férhet hozzá a bőség 8. dimenziójának teljes erejéhez, anélkül, hogy előtte nem integrálta volna a folyékony szeretet 6. dimenzióját. Semmilyen kockázatot nem fognak vállalni, hogy bármilyen lélek a múlt köreit fussa a fénygyűrűin, és egy időben hozzáférést kapjon egy ilyen erőhöz, mivel ez okozta Atlantis bukását is. A gyűrűkön való áthaladás nem lesz megengedve semmilyen léleknek, csak akkor, ha viseli a 6. dimenziós köpenyét. Azt hiszem, megértitek az indoklásunkat, beavatottak vagytok, és a személyes beavatásaitok sok szintjét teljesítettétek. Integráltátok a színeiteket, és ezeknek a színeknek a vibrációján keresztül rezegtek. Az Arturuszi mentorotok már egyesítette most az energiát a csakrikus rendszereddel, és most elkezded a belépésedet a teremtés Arturuszi birodalmába. Ebben a világban társteremtettek, együtt teremtetek az univerzumotok kvantum gyógyítóival.
Elkezdjük most a csakrikus rendszeretek egyesítését a naprendszeretek gyógyító uraival, úrnőivel. Ez az eljárás, amit jelenleg aktiválnak, és a vibrációtok egyesülni kezd ebben. Egy sejt szinten be fog lépni az elmétekbe, szívetekbe, a fizikai társatokba. Az elkövetkezendő 3 órában minden lélegzett vétellel további energiát hozol be a testedbe, és így tartod az előtted álló ciklust, és hogy biztosítsd, hogy a fizikai tested képes legyen kibírni az energia sebességét, amit integrálsz, különösképpen a 12. dimenzióba és annak belső szintjeire való szállításod alatt. Megkívánjuk, hogy kezdjétek el megfigyelni az energiátokat a bolygó tudatosságával illetőleg, a változás és az egészség szempontjából. A választásotok összehangolása a vibrációkkal gyógyulást idéz elő, ökológiai szinten is. Gyógyítja az ózon réteget, gyógyulást hoz a Föld számára, kiegészítve azt ásványokkal, amelyeket kiraboltak belőle. És azáltal, hogy ezeket az ásványokat pótoljuk és kiegészítésre kerülnek, ki fogja egészíteni az emberiség fizikai testét is. Megvan a választásotok, hogy az emberiség tudatosságával dolgozzatok egy kollektív testként, és felcserélve a korlátozás és a tudatlanság kondicionáltságait, ezáltal támogatva a Föld céljának és isteni tervének mélyebb megértését. Választhatjátok, hogy hasonló energiákkal dolgoztok együtt, használatba véve az állatokat, a növényi birodalmat vagy a kristálybirodalmat. Töltsd most el egy pillanatot, hogy fontolóra vedd ezt, és meghozd a választásodat, ha késztetést érzel erre. Ezt a választást bele fogják rögzíteni a kommunikációs rendszerbe, amit létrehoznak. Tehát válogasd meg a szavaidat óvatosan. Kérjük, hogy foglald szavakba a választásodat, amit azzal kezdj, hogy én, a nevedet mond, és mond a választásod. Ez lehet az emberek, gyerekek, állatok, növények, vagy az élővilág egyéb formáinak a gyógyítása, nőies vagy férfias energiák gyógyítása, vagy visszaélések gyógyítása, az emberi tudatossággal való munka, vagy bármi, ami csak az eszedbe ötlik. Fejezd ki a szándékodat erre, hogy ebben, ennek megvalósulásában segítségedre lehessünk. Most a következő 44 napban támogatást fogsz kapni ennek az integrálásához, hogy egy olyan alapot tudjál létrehozni, amelynek a szerkezetét használni fogod, hogy meg tud nyilvánítani, tehát cselekvésbe tud hozni. Ez az alap tartalmazza az összes aspektust, amit választottál. Ennek az energiának az integrálása néha olyan érzést kelt,
vagy hagy maga után, mintha az ember fizikai energiáit leszívták volna. Ne izgasd magad, ne izgasd magad, inkább etesd a tested annyi nyers étellel, amennyit csak el tudsz fogyasztani. A nyers étel vibrációi támogatni fognak az információ letöltésében, ami szükséges ahhoz, hogy aktiválja a kulcsokat, ami az alapotokat biztonságosan fogja tartani a földanyához és a személyes arturusi tanácsadótokhoz rögzítve. Az energia minden adóállomása és lerögzített rendszere, amelyet előidéztek a bolygónak, létrehoz egy eltolódást és változást a vibrációban. Ezáltal néhány fizikai földi változás is létrejön. Földanya jelentősebb tektonikus lemezei el fognak mozdulni. Fel fogja szabadítani ugyanis az érzelmi testének a mérgeit, ahogyan ti is teszitek. Ez sok betegséget eredményezett, amelyeket a téli megfázásként vagy influenzaként asszociáltatok. Az egyik oka, amiért sokaknak nehezére esik megváltoztatni ezen jelenlegi betegségeket, azért van, mert mélyreható méregtelenítés folyik. Fontos, hogy tisztában legyetek a ténnyel, hogy a méregtelenítési folyamat nem korlátozódik arra, amit itt és most tapasztaltok. Méregtelenítetek sok párhuzamos és alternatív kapcsolódásokat is, melyek az eleresztés részei, amit létrehoztatok a beavatásaitok során a múlt választásainak eredményeképpen. Megszabadultok az őseitek úgynevezett bűneitől, ezért már nem szükséges, hogy tovább hordozzátok ezeket a lenyomatokat. A testetek méregtelenítés fokozatosságát választotta, ugyanis ha egyszerre kellene mindennel foglalkoznotok, akkor teljesen legyengülnétek. Energiahiányosnak éreznétek magatokat, még ha rendesen plánátok is a testeteket. Néhányatok az energia különböző szintjeivel rezonál, ezért a méregtelenítésetek eltérő lehet. Sokan tapasztaltok az érzelmi testetek méregtelenítésénél egy mély belső ellenállást a változás iránt. Hát ez lehet depresszió, vagy mélyen gyökerező harag, valamint előjöhet irritáció alakjában, vagy belső neheztelésként olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek talán nem is zavartak már velük kapcsolatban a múltban. De most előjön. Az emberek még túl sem jutottak az elmúlt éveiken, hirtelen ezen emlékek formájában ezek felszínre jönnek. Lényeges, hogy megszabaduljatok az összes méregtől, ami a negyedik dimenzió mérgező felhőjének a helyén tartott benneteket, ezért a világotok megértheti a harmonikus vibrációnak a fontosságát, ezáltal a testeitek reagálni tud majd a gyógyítás vibrációira, ami ki fog szabadítani titeket a finom támadások rohamából, amit a dimenziókon keresztül kibocsájtott negatív gondolatok idéztek elő, és ennek eredményeként kapcsolódtatok le az Isten-Istennő magasabb aspektusairól. Most rajtatok áll egyesíteni a gyógyászat, ökológia és a gyógyítás összes formáját a magasabb vibrációkkal. Erre most jobban szükség van, mint valaha. Már tisztán látjátok, miért olyan fontos ez. A világotok gyermekei számára igen fontos, hogy felhiguljon ez a sűrű, összesűrített negatív energia. Ez nem azonnali elszámolás lesz, habár miközben ez felhigul, veszít az erejéből, és a vibrációs gyógyulás egyre nagyobb hatást fog gyakorolni. Ezáltal a kollektív tudatosság rájön, hogy miért van olyan sok orvosnak gondja a diagnosztizálással, és miért van olyan sok modern gyógyszer, aminek nincs hatása, vagy negatív hatással van az emberi testre.
Az emberi test érzékenységi szintje már egészen drámaian megváltozott. Úgy találhatjátok, hogy a testetek nagyon eltérő módon reagál dolgokra, mint néhány hónappal vagy néhány évvel ezelőtt. És bizony a test folytatni fogja a változást, és biztos vagyok benne, hogy legtöbbetek már tisztában van ebben. A hangsúly most elsősorban az emberi testben lévő gyermekeken van, növényi, állati és ásványi királyságokban is, harmóniába hozva ezeket a rendszereket, az egy ugródeszka lesz a harmónia összes további szintjének, hogy manifesztálódhasson. Ti már átestetek sok változáson, amelyek a harmónia állapotait idézték elő, és ez energetikailag is hatással lesz a gyermekekre, állatokra és az ásványokra, növényekre. Ezek a formák a kommunikáció egy módszereként fognak általatok hatni, biztosítva, hogy a fény lerögzítése mindig a harmónia és az egyensúly egy állapotában történjen. Pihenjetek most egy kicsit, mert újra kalibrálásot fogtok keresztül menni. Minden harmadik órában, egészen 44 napon keresztül egyre erőteljesebb energetikai őket érzékelve, de muszáj, hogy biztosítva legyen, hogy az energiátok ki tudja bírni a fénysebességét, ami majd eljön. Az érzelmi testetek egy harmonikus módon válaszol az energiára, hasznotokra fog válni, ha ma szilárdan leföldelitek magatokat a vibrációk alatt, amiknek ki vagytok téve. Azért mondtam, hogy lazítsatok, mert nehezetekre esett koncentrálni vagy fókuszálni bármire 15-30 percnél hosszabb ideig. Itt az idő most számunkra, hogy visszavigyük a tudatosságotokat a fizikai földi síkra, leföldelve titeket vissza a fizikai testetekbe. Lélegezzetek mélyen, hogy vissza tudjátok hozni a tudatosságotokat, a csakráitokba is. Üdvözlet újra itt a Földön. Fontos, hogy mindannyian érezzétek teljesen leföldelve magatokat. Lélegezzetek mélyen. Lássátok mindegyik csakrátokat feltöltődni színnel és fénnyel. Lássátok az energia harmonikus áramlását forogni körülöttetek. Folytassátok a légzést addig, amíg nem érzitek magatokat teljesen békében a fizikai testetekben, tudatosnak, mindenre körülöttetek. Most távozom, átadom a helyemet Kutumi nagy úrnak. Arturus vagyok, fény és áldásom. Búcsúzom. Kutumi vagyok, és visszatértem ennél a pontnál, üdvözlet. Szeretett testvéreim, a beavatás, ami lezajlott ma, talán az egyik, ami leginkább kihatással lehet a fizikai testetekre, ha még nem tapasztaltatok nagy horderei változást a múltban. Ezért fontos, hogy megismételjem, amit Arturus mondott. Valódi ételekkel tápláljátok magatokat. Ez az energia szükségeltetik, hogy a fizikai energia szintek fenntartását támogassa. Szeretteim, elérkezett az idő, hogy befejezzük ezt a közvetítést.
átölelünk mindannyiótokat a folyékony fény fényével. Támogatunk titeket az utazásotokon, és elhozzuk azt, amelyre szükségetek van, hogy megtartson titeket minden szinten. Bízzatok a sok láthatatlan karban, ami megtart titeket, ami hordoz és kényelembe helyez, és tudjátok, hogy soha nem jártok egyedül az úton, mert mi itt mindnyájan, mindig és minden úton veletek vagyunk. Kutumi vagyok, a szeretet és bölcsesség aranysugarának csohánya. Szeretettel üdvözöllek és megáldalak benneteket. Adonai.